Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Mai adásunkban ismételten egy eléggé érdekes és sporttémájú történettel szeretnénk foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Cestvs The Roman Fighter. A Cestvs The Roman Fighter műfaját tekintve a sport, a történelmi és a dráma kategóriájába tartozik. Maga a történetünk legelőször Shizuya Vasari tollából jelent meg, aki 1997 óta immáron két különbözőbb széria formájában 25 kötetnyi mangát jelentetett meg. Ezt követően azonban megjelent maga az anime is, mely legvégezetül 2021 áprilisa és júniusa között 11 rész formájában jelent meg. Toshifumi Kawase forgatókönyvíró, illetve Kazuya Momma rendezők által. Történetünk az ókori Rómában játszódik, és egy fiatal rabszolga harcoson, Cestvson keresztül mutatja be számunkra az ókori boxot, mely a krónikák és a kultúra okán is jelentősen eltérő volt napjaink küzdősportjától. Cestvs egyszerű árvaként került a rabszolga harcosok sorába, ahol nap mint nap az életért kellett harcolnia. A fiú, akit alapvetően is kedves természettel áldott meg a sors, mégis idejekorán tapasztalta meg a fájdalom és a veszteség érzését. Azonban társai és az egykori híres rabszolgaharcos, avagy mestere Zafar gyakran túlsegíti őt az akadályokon, és nem egy veszélyes ellenfelen is, kiket követően Cestvs maga is mindig erősebb és eltökéltebb lesz, hogy egy napon a harcokat követően visszakaphassa rég elvesztett szabadságát. Összességében nekem vegyesnek hatott ez a történet, mely remek alapokkal és karakterekkel is rendelkezett. Ugyanakkor hibás ábrázolásomnak tartottam a rabszolgák és a szabad emberek közötti viszonyt, mely alapvetően gyakran áthidalta azokat a korlátokat, amelyek valójában a kor társadalmát jellemezték. Tetszettek a harcjelenetek, és természetesen a dalbetétek is, ugyanakkor a képminőség gyakran hanyag volt az alkotók részéről. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Cestvs The Roman Fighter csupán egy 10/6-os sztori lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!